Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. 7 óra 6 perc, jó reggelt kívánok mindannyiuknak, a szerkesztőm Toró Nikolett nevében is köszöntöm Önöket. Június 21-e kedd van, a Lejlákat és az Alajosokat ünnepeljük ma. Ne felejtsék el felköszönteni őket, biztosan jól esik majd nekik. Elmondom röviden azt is, hogy mi várható az első órában. Rögtön az elején szó lesz arról, hogy miközben a hírek szerint 2024-ben egy napon rendezhetik meg Magyarországon az európai parlamenti, valamint az önkormányzati választásokat, addig a Vona Gábor által alapított második reformkor alapítvány azzal a javaslattal állt elő, hogy zárják ki a pártokat a helyi közéletből. Burány Árpáddal, az alapítvány Békés megyei szervezőjével beszélgetünk majd a témáról. És ha már szóba kerültek a civilek, a hétvégén ismét a Mindenki Magyarországa mozgalom elnökévé választották Márki-Zay Pétert. Arról, hogy mi következik mindenből, a Hódmezővásárhelyi polgármester kérdezem majd. Aztán beszélünk arról is, hogy népszavazási aláírás gyűjtés indult Erzsébetvárosban, hogy a vendéglátóhelyek teraszt nyithassanak a parkolóhelyek helyén. A helyi kezdeményezés mögé természetesen az LMP is beállt, ezért Gál Józsefet, a Zöld Párt szóvivőjét kérdezem majd. Szó lesz arról is, hogy egy hét alatt csaknem 300 rendőr adta be a felmondását. Ki fog így dolgozni és szolgálni és védeni? Dr. Bárdos Judit, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke lesz majd a vendégünk. Az óra végén pedig Tordai Bencével, a Párbeszéd frakció vezetőjével, és lehet, hogy leendő vezetőjével beszélgetünk majd a párt legújabb javaslatáról, amely duplájára emelné az apáknak járó szabadnapokat. Érdemes lesz tehát minket hallgatni ma reggel is, ne menjenek most már sehova, pillanatokon belül kezdünk! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. 2024-ben egy napon lehet az Európa parlamenti és az önkormányzati választás. Erről Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője beszélt az Origónak. A második reformkor alapítvány 2019 óta pártmentes önkormányzatiságot javasol. Vona Gábor alapító azzal érvelt, hogy a pártok inkább csak ártanak az önkormányzati munkának, beszűkítik a vitákat, értelmes ügyeket gáncsol el a pártos logika. Hogy ez a javaslat mikor valósulhat meg, a 2024-es önkormányzati választásokra milyen hatással lehet, arról Burány Árpáddal, a második reformkor alapítvány Békés megyei szervezőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok önnek is és a hallgatóknak is! Hát ez két nagyon más koncepció, ugye, amit Kocsis Máték képviselnek, az tulajdonképpen részben ugye a pénzspórolásról szól, azt mondják, hogy 9-10 milliárd forintot lehetne megspórolni azzal, hogy az európai parlamenti és az önkormányzati választásokat egy napon tartanák, de hát ebből az elemi logika alapján következik, hogy még jobban az önkormányzati választások is inkább a pártok közötti csatározásokról szól. Az önök javaslata pedig, amit valóban már 2019 óta képviselnek, én korábban úgy mondtam, hogy most kezdték el ezt a dolgot tulajdonképpen, vagy most újra javasolták, ez annyiban igaz, hogy Vona Gábor nemrégiben egy publicisztikában sorolta fel ismét az érveit. Tehát ez a két koncepció nagyon ellentétes egymással. Miért gondolják azt, hogy jobb lenne az, amit önök képviselnek? Hát ugye eleve, ahogy önök is elmondták, a jelenlegi szabályozás és a törvény szerint a pártok, egyesületek küldhetnek jelöltet, és maguk, ugye magánszemélyek is indulhatnak. Ha ebből kiveszük a pártot, akkor felteszem én a pártokat, akkor felteszem én a kérdést, a költői kérdést, hogy vajon mit veszítünk. Tehát például veszítünk-e azzal, hogy megszűnik, de nagy eséllyel meg tud szűnni a helyi önkormányzatokban az a pártos logika, ami látjuk, hogy uralkodik ott is. Tehát ott is van a piros sarok, kék sarok. Nagyon ezen tudnak összefogni ezek a pártos logikával működő politikusok, hisz már itt is úgy szocializálódnak helyi szinten, hogy pártutasítást kapnak. Tehát sokkal, sokkal inkább szeretnénk felszabadítani az önkormányzatokat abból, amiben sajnos belekényszerítették őket.
Nem szeretnék az ellenzéki pártok fogadatlan prokátora lenni, de hát ugye nyilván a 2019-es önkormányzati választás óta azért gyakran lehetett olvasni, hallani arról, hogy a különböző önkormányzatokban összevesztek közgyűlési képviselők, polgármesterek, feloszlatta magát a testület, vagy csak nehezebb döntési helyzetbe hozták magukat, mint ami a választás eredményéből fakadt volna, de hogy ez abból következik, hogy tulajdonképpen különböző pártokban ülnek ezek a szereplők, és emiatt van köztük ilyen konfliktus helyzet, vagy ez azért a személyekről is szól. Most nem akarok így senkit kiemelni, de azért mégis megteszem, például Szombathelyen kiválóan működik ilyen szempontból az együttműködés, ott mondjuk nem hallani karcsörtetésről, míg hát vannak olyan települések, vagy budapesti kerületek, ahol hát egymással harcol a helyi kerület vezetésben a pártok és az ember a személyek. Igen, szerintem az állampolgárok is számtalan helyről tudnának olyan történeteket mesélni, amik ugye kiszivárognak az önkormányzatból, hogy hányszor van az, hogy adott ellenzéki helyi politikusok vagy jóban vannak egymással, vagy említik, hogy én támogatnám amúgy a javaslatodat, csak hát felülről nem engedik. És pont ez a pártos rátelepedés a helyi ügyekre, azokra a jó kezdeményezésekre, amit úgymond nem engedhetnek meg, hogy például egy ellenzéki városvezetés végigvigyen. Ez az a fogság, amiről beszéltem, és sajnos, hogy itt is megvalósul az a törzsi kultúra, hogy ha nem én nyerek, akkor te se nyerj, de pláne nehogy már te járj jobban. Ugye, ami még ezt a dolgot különösen nehezíti, az, hogy már most is sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy az önkormányzati választáson ilyen függetlennek látszó civil egyesületek Igen. mögé bújtatják magukat. Van, ahol a Fidesz KDNP alkalmazza ezt a stratégiát, mert mondjuk azt mondják, hogy hát igen, itt már rosszabbul cseng a párt neve, és akkor emiatt inkább valamilyen helyi lokálpatrióta egyesület színeiben próbálkoznak. De hát az ellenzéki összefogás is sok helyen civil egyesületek mögé bújva indultak el a választásokon, tehát ez már most is egy elterjedt gyakorlat volt. Nem lehet, hogy az a félelem következik ebből, hogy tulajdonképpen nem változik érdemben semmi, csak eltűnnek a párt lógók, és ugyanazok a figurák fognak próbálkozni a helyhatósági választásokon? Igen, hát ugye nem gondoljuk, hogy kitaláltuk a bölcsek kövét, tehát azért nagyon leleményes a magyar nép, tehát mi is biztosak vagyunk benne, hogyha például jogerőre lépne a törvényjavaslatunk, akkor a lehető legkülönfélébb módon próbálnák ezt kijátszani, megkerülni, és ahogy ön is említette, ez jelen pillanatban is már megtörténik. Viszont továbbra is azt gondoljuk, hogyha ez az egész országra igaz lenne, akkor biztos nagyon sok helyen a pártok megbújnának egy adott szervezet vagy egyesület mögé, de akkor megint csak egy költői kérdés, hogy mikor van nagyobb függetlensége egy helyi egyesületnek, egy helyi politikusnak. Akkor, hogyha az adott politikus ténylegesen egy párt színeiben nyert, és Budapestről kapja az utasításokat, vagy akkor, ha egy támogatással nyer. Persze, ahogy ön is említette, hogyha eleve az adott egyesület már úgymond egy kvázi bújtatott párt, akkor mi lehet a megoldás? Hát ugye a törvényjavaslatunkban mi kísérletet tettünk arra, hogy erre is bizonyos szabályzást nyújtsunk, de hát most említhetném azt például, hogy benne van a törvényjavaslatban, hogy olyan egyesület indulhasson, aki évek óta már létezik, aki az indulást megelőző 2-3-4 évben nem kapott például anyagi támogatást pártoktól, de ez ugye még mind olyan részletkérdés, amit szeretnénk, hogyha a civilek is még inkább megvitatnának, és egy olyan konszenzus alakulna ki, ami a lehető legjobb úton tudná elindítani, hogy a valóságban azért jól szerepeljen ez a törvény. Most szerintem kár is arról polemizálni, hogy mennyi az esélye annak, hogy a jelenlegi politikai helyzetben, ebben a hatalmi berendezkedésben mennyi esélye van annak, hogy megvalósul ez a javaslat. Nekem nagyon szimpatikus volt ilyen szempontból Vona Gábor érvelése, hogy azt mondta, hogy hát attól még kell javaslatokat tenni az embernek, vagy gondolkodni a világ dolgairól, hogyha még egyébként ezzel érdemi eredményt úgymond nem is tud elérni. De beszéljünk arról, hogy van aki viszont tud érdemi eredményt
eredményt elérni, hiszen a kormánypártok frakcióvezetője, vagy hát a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője, Kocsis Máté egy háttérbeszélgetésen arról szólt a sajtó képviselőjének, hogy hamarosan be fognak nyújtani egy törvényjavaslatot, amely ugye egy napra hozná az önkormányzati választásokat és az európai parlamenti választást. Ez egy nagyon másfajta logika. Tehát én azt vélem felfedezni ebből, hogy még azokon a településeken is, ahol sokszor a bicikliutakról, csatornafedelekről mentek a viták, és tényleg az önkormányzati politika, az helyi dolgokról szólt, még ott is be fogja tenni a lábát ilyen szempontból a nagy politika. Önök ezt hogy látják? Hát ez szerintem egy hatalmas nagy gond, és nagyon meg is lepődtem én például, amikor ugye Kocsis Máté bejelentését hallgattam, pont azért, amit ön is említett, hogy ne keverjük össze az országos, pláne az uniós politikát egy helyi ügyekkel, tehát nem szabad egyszerűen megengedni azt, hogy még inkább rátelepedjen az országos politika és ezek az országos nagy ellentétek a helyi önkormányzatokra. Tehát nem tartjuk jó ötletnek, hogy egy adott időben lesz a két választás. Ezzel csak még inkább elérjük azt, hogy már így is rengeteg civil és olyan ember vonult háttérbe, aki helyi ügyekben, helyi társadalmi vitákban, kezdeményezésekben esetleg jó ötlettel rendelkezni, szeretne egy picit aktívabb lenni, de elriasztja őt az, hogy az országos politika nyert teret még az ő falujában, kisvárosában is, innentől kezdve pedig ezzel az összemosással még inkább ez fog csak megvalósulni. Burány Árpádnak, a második reformkor alapítvány Békés megyei szervezőjének köszönöm szépen a beszélgetést. Most sajnos ennyi fért bele a műsoridőbe, de fogunk még polemizálni ezekről a kérdésekről. További jó munkát és szép napot önnek. Köszönöm szépen, viszont kívánom önnek is és a hallgatóknak. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Újra választották Márki-Zay Pétert a Mindenki Magyarországa mozgalom elnökének. A szombati országos közgyűlésen az összes érvényes szavazatot ráadták le, írták a közleményükben. Két kihívója közül Magyar György még a szavazás előtt visszalépett, Deutsch Tiborra pedig nem érkezett Voks. A telefonnál Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, volt ellenzéki miniszterelnök jelölt. Jó reggelt kívánok Márki-Zay Péternek! Jó reggelt kívánok! Hallotta azt, hogy miről beszélgettünk az elmúlt néhány Igen. percben? Ugye Igen, itt most hallgattam. A pártmentes önkormányzat koncepciójáról volt szó. Ön mit gondol erről a kérdésről? Azért mégiscsak ön nem a pártok világából jött, ön is egy civil politikusként lett először helyi politikus, aztán pedig sodródott bele a nagy politikába. Hát 2,5 évvel ezelőtt az előző önkormányzati választások egy kiváló alkalom volt arra, hogy új arcok, új emberek jelentkezzenek az önkormányzatokon keresztül a politikában, és hát nyilván nem az egyetlen, nem az első lehetőségként, nagyon sok civil jelent meg. Hogyha a pártok terepének engedjük át az önkormányzatok politizálást is, az nagyon sok civilt ki fog zárni a politikából, ami igen sajnálatos lenne. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye itt fölvetődött az, vagy hát ugye ami fölvetődik a kormány oldalon, az általában keresztül is szokott menni a parlamenten, hogy Kocsis Máték azt javasolják, hogy egy napon legyen az önkormányzati választások és az európai parlamenti választások. Ez milyen új helyzet elé állítja speciálisan a helyi politikusokat? Hát ugye megint csak azt látjuk, hogy a Fidesz bármit megtehet, bármit meg is tesz. Ők nyilván kiszámolták, hogy az ő érdekeiknek ez megfelel, hiszen a Fidesz az, amely mint úgymond brand, márka, mind a két területen egyformán képes erősen szerepelni, sőt, valószínűleg az európai választásokra a pártos kampány az helyben a Fidesznek fog kedvezni. Tehát ők egy brüsszelezéssel, melegezéssel, gyűlöletkampánnyal, akár önkormányzati választást is nyerhetnek, hogyha ez a kettő egy időben van, és nyilván ez motiválta őket. Én azt gondolom, hogy ez egyébként nem az egyetlen lépésük lesz, valószínűleg a közeljövőben a szabályokat tovább fogják alakítani, csavarni, torzítani, ami mind-mind a Fidesz felé egyébként is lejtő pályát fogja még lejtősebbé tenni nekik.
Beszéljünk egy kicsit a hétvégi tisztújításról. Ugye önt most ismét a Mindenki Magyarországa mozgalom elnökének választotta az országos közgyűlés. Hát Orbán Viktor is megirigyelhetné az eredményét, hiszen 149 érvényes szavazatból 149-et kapott. Ez hogy sikerült? Hát alapvetően úgy, hogy Magyar György a választás előtt, vagy szavazás előtt bejelentett, hogy visszalép a jelöltségtől. Bocsánat, nem akarom önbe folytani a szót. Ő komoly jelölt volt? Ő azt gondolom, hogy igen, komoly jelölt volt, igen. És önök között volt valamilyen fajta személyi vagy koncepcionális különbség? Ugye én régóta ismerem őt, megfigyelem a közéleti civil pályafutását, de azért olyanról még nem hallottam, hogy mozgalom vezetői ambíciói lettek volna. Hát ő egyébként az alelnöke volt az MMM-nek eddig is, és ha én rajtam is múlik, akkor az is marad. Tehát, hogy nyilván a valójában mozgalomvezető volt velünk együtt, hát egy héttagú elnökségben együtt vezettük a Mindenki Magyarországa mozgalmat. Annyiból volt egy komoly jelölt, hogy nyilván volt a mostani hétvégi közgyűlésünkön egy, hát attól függ, szavazástól függően egy 5-10%-os kisebbség a mozgalmon belül, akiknek a jelöltje Magyar György volt most ezen a választáson, de pont azért, mert láthatóan kisebbségben voltak, végül egy részük az el is hagyta a közgyűlést, tehát az látszik, hogy ő nekik a céljuk elsősorban az volt, hogy én mondjuk ne alapíthassak pártot, és ebben az értelemben maradjanak civilek. Azt hangoztatták, de ebben teljes konszenzus volt, tehát hál' Istennek ebben nem volt vita, hogy az MMM ne alakuljon pártá. Ezt ki is, tehát már most kb. 2 hónapja elmondtuk minden alkalommal, hogy az MMM az egy civil szervezet, az is marad, nem alakul pártá, sőt az MMM bevételeit és az MMM által gyűjtött pénzeket mint egyetlen egy pártnak sem adhatjuk oda, sem egy később akár általunk létrehozandó saját pártnak, sem más pártoknak. Tehát ezekben nem volt vita, teljes konszenzus volt. De vannak, akik mondjuk kvázi meg akarták tiltani nekem, hogy később bármilyen pártot alapítsak, vagy pártba lépjek. Azt gondolom, hogy ez egyébként a jelenlegi ellenzéki pártoknak az érdeke volt. De nagyon-nagyon kis számú szavazatot kapott ez a javaslat például most a hétvégi közgyűlésünkön. Az, hogy ilyen elsöprő többség, hát 100%-os támogatást kapott, ez tulajdonképpen azt is mutatja, hogy a Mindenki Magyarországa mozgalomban a küldött gyűlés úgy gondolja, hogy az a fajta koncepció, amit ön javasolt, hogy igen, a Mindenki Magyarországa mozgalom az maradjon ilyen szempontból egy civil szervezet, de mégis valamilyen fajta jobb-közép váltópárt jöjjön létre, erre mindenképp szükség van? Tehát egy kicsit erről is szavaztak most az emberek? Egészen konkrétan is szavaztak erről is, ott nem 100% volt a szavazatarány egyébként, de közel. Tehát ott is egy nagyon nagy része a tagoknak azt képviseli, és azt szeretné, hogyha lenne egy olyan párt, amely kiáll a civilekért, amely nem próbálja, mint április 3-án és 4-én hallhattuk, két jelentős hazai ellenzéki párt teljes mértékben kizárni a civileket a politikából. De tavaly megtapasztaltuk ezt az előválasztás során is, amikor a civil jelölteket akaratukon kívüli frakciókba kényszerítették, és volt olyan, akit nem engedtek elindulni sem. Mi azt gondoljuk, hogy a civileknek is joga van megmérettetni magukat adott esetben egy előválasztáson is, és részt venniük a politikában, hogy nem szabad rá kényszeríteni az embereket arra, hogy csak párt tagok politizálhassanak. Annak érdekében, hogy például egy pártközi együttműködésen ezt a véleményt, ezt érvényre lehessen juttatni, ahhoz igenis kell egy olyan párt, amely ezt támogatni fogja. Ugye most vélhetően akkor tényleg át fog menni az országgyűlésen, és egy napon lesz az európai parlamenti és az önkormányzati választás. Ezen már indulna az önök által hamarosan megalapítandó párt? Hát ugye 2 év van még addig, tehát a következő 2 évben bármikor elegendő megalakítani ehhez egy pártot, de tervény szerint igen, tehát nyilván, hogyha a következő 2 évben ez a párt létrejön, mint ahogy gondoljuk, akkor majd valószínűleg részt venne az Európa Parlamenti választáson is. A helyi önkormányzati politikában azonban nincs szükség pártra, ott már most is indulhatnak civilek is,
és már most is több önkormányzatot MMMS polgármester vezet, vagy van bent MMMS képviselő. 4 önkormányzat van, ahol ez a szín, mármint az MMM volt a hivatalos jelölőszervezet is, polgármesternek, illetve az önkormányzati többségnek, Füzesgyarmatot, Komlós, Szigetszentmiklós és Hódműzővásárhely, de hát csak az elnökségünkben is eddig ott volt Üveges Gábor Hernád Szent András polgármestere és Legyen Robert Siófok polgármestere, és hát sok más polgármesterrel együtt működtünk. Én nem gondolom azt, hogy ön tevékenyen részt venne, vagy bármilyen szinten befolyásolni tudná belülről, ami most a Jobbikban történik, de hát azért felvetül az emberben a kérdés, hogyha valaki egy jobbközép, keresztény, konzervatív, nem korrupt pártot szeretne alapítani, akkor az egy kicsit hajaz valamennyire a Jobbiknak a korábbi ambícióihoz, nem feltétlenül világos számomra, hogy most a Jobbik milyen politikát képvisel, de az kijelentető, hogy mondjuk 2018-ban még biztosan ez volt az irány. Az, hogy most a Jobbikban ilyen a helyzet, ekkora fejetlenség van, személyi konfliktusok, minden egyéb, abból önök profitálhatnak olyan szinten, hogy akár a Jobbik korábbi szimpatizánsai, aktivistái, vagy esetleg politikusai csatlakoznak önhöz. Például az elnökségébe most bekerült az a Banna Tibor is, aki konkrétan korábban a Jobbik alelnöke is volt. Igen, illetve 12 éven keresztül volt Jobbikos országgyűlési képviselő. Tehát nyilván van nagyon sok korábbi Jobbik szimpatizánsa, vagy taggal van egy kölcsönös szimpátia, tehát ilyen értelemben jogos a kérdés. De hát két dolgot hadd mondjak el, ugye a Jobbiknak a jelenében, illetve a múltjában van néhány olyan pont, amiben biztos, hogy nem értünk egyet. Ugye ott volt egy orosz, illetve iráni szimpátia is, ami azt gondolom, hogy nyilván nekünk konzervatív szavazóknak nem volt szimpatikus nyilván, vagy az európai zászló égetése. A Jobbiknak a néppártosodásával persze a különböző szélsőséges megnyilvánulások, vagy az Európa ellenesség, ezek visszaszorultak. Üdvös módon, hál' Istennek visszaszorultak, tehát ez csak mint a múltbeli különbséget szerettem volna megemlíteni. És hát aztán az utóbbi egy évben ott viszont azt gondolom, hogy a Jobbik jelentős részének is furcsa volt a Gyurcsány Ferenchez közeledés, mondjuk Jakab Péter, illetve Molnár Enikő részéről. Ez biztos, hogy nem csak a Jobbiknál, hanem mondjuk nálunk is egy különbség. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon egy jobboldali erőnek az egyik legnagyobb vesztesége volt a választáson, és április 3-án is az, hogy a korábbi Jobbikos szavazókat nem tudtuk maradéktalanul megszólítani, és ebben valószínűleg a Jobbik vezeti, jelenlegi volt vezetés, akkori vezetésének a DK-hoz való talán túlságos igazodása is szerepet játszott. Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármesterét, korábbi ellenzéki kormányfőjelöltet hallották az elmúlt percekben, sajnos elfogyott a műsoridő, de biztosan fogjuk még folytatni ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen önnek is, további szép napot! Mindenkinek nagyon szép napot kívánok! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. Egy híján 300 rendőr mondott fel június első napjaiban, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a Magyar Hangot. Elsősorban a közrendvédelmi területről az utcai szolgálatot végző tiszthelyettesek köréből távoztak sokan. Az orvosokra és a rendvédelmi dolgozókra vonatkozóan felmondási tilalmat még 2020 novemberében vezettek be a koronavírus járvány miatt. A korlátozás idén május 31-én szűnt meg. A témával kapcsolatban dr. Várdos Judittal, a belügyi, rendvédelmi és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnökével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát most ki fog szolgálni és védeni így? Hát a 300 fő az egy heti adatot jelent, én szerintem, jelen pillanatban. És hogy mennyi lesz a végső adat, azt nem lehet tudni. És azt is jelenti, hogy a kollégák adott esetben még ki is várhatnak megnézni, hogy milyen intézkedések fognak történni a rendvédelemmel kapcsolatban. Mindenki azt várta, hogyha hatalomba lép a kormány, dolgozni kezd, akkor talán a rendvédelem is szóba kerül. De mindenki más szóba kerül, csak a rendvédelem nem. Tehát az itt dolgozó mintegy 70 000 ember
egy óriási kérdőjelet tart maga előtt, ebben nagyon sok, több mint 20 ezer riaszos van, akik rendvédelmi igazgatási alkalmazottak, vannak munkavállalók, és a többi a hivatásos. És a hivatásosok nagy részének a rendőrségen, a közbiztonságban szolgálnak, a tűzoltóságnál kimennek a tűzfőz, és a BV-nél pedig őrzik a rabokat. Most egyébként... Igen, róluk szól a történet. Most egyébként, hogy Pintér Sándorhoz került mind a közoktatás, mind pedig az egészségügy ügye, amik szintén alulfinanszírozott területek, szintén nagyon komoly bérfeszültség van, szintén hasonló béremelési kérései, követeléseik vannak a miniszter felé. Lehet, hogy ezek most olyan új problémák a belügyminiszter számára, amely miatt még kevésbé lesz hangsúlyos, vagy fontos a rendvédelemben dolgozók ügye? Tartanak ettől? Hát igen, tartunk tőle, mert a Pintér Sándor arról híres, hogy egyenlő mércével mér mindenkit, tehát akik ő alatta dolgoznak, azok egyenlően mérnek mindenkit. Ha ő azt mondta, hogy a pedagógusoknak is megérte a problémáját, de jelen pillanatban nem tud lépni, ha azt mondja, hogy az egészségügyi dolgozóknak is megérte a problémáját, nem tud lépni, akkor ugye ezt fogja mondani a rendvédelemre is. A különbség a következő. Tehát a rendvédelemben 2008 óta az illetményalapot nem emelték meg a hivatásos állománynál, 38.650 forint. Azóta nagyon sokféle fajta béremelés történt országosan, amit nem követett a rendvédelem. És még egyet, hát én tegnap az egyik rádióban elmondtam, de most is elmondom, a rendvédelemben egy túlóra 193 forint bruttót jelent. Tehát aki éjszaka szolgálatban van, és túlórázik, a 193 forint bruttót kap. Tehát itt is különbségek vannak, mert adott esetben meg kell nézni, hogy a katonaságnál milyen az illetményalap, és mennyi a túlóradíj, és meg kell nézni a többi helyen is. Ugye a hivatalos állomány az olyan 37 ezer körül van. Most aki ezt a számot hallja, és azt olvassa mellé, hogy egy hét alatt körülbelül 300 ember mondott fel, nem probléma, ez még az 1%-a sem úgymond a hivatásos munkaállománynak. Ez rendben van, csak hogy még nincs vége ennek a tendenciának. Ön is azt mondja, hogy sokan kivárnak. Mi az, ami marasztalni tudná az embereket? Tehát mi az, amit a belügyminisztériumnak lépnie kellene annak érdekében, hogy azok az emberek, akiknek már ott van, úgymond csőre töltve a felmondásuk, az végül ne kerüljön oda a főnökök asztalára? Tehát a százalékos számítgatás az elfedi a valóságot. Mert a 37 ezer rendőr dolgozik, mondjuk, vagy igen, hivatásos, annak az 1%-a durván a 300 fő. De nem az a lényeg, hogy hány százalék. Meg kell nézni, hogy eddig hányan mentek el, mi várható, és így tovább. És mivel lehetne a pályán tartani az embereket? Azzal nem lehet a pályán tartani, hogy most nem tudok adni, vagy fölemeltem egy pótlékot januárban 10%-kal, és akkor ennyi a te béremelésed. Ezzel nem lehet a pályán tartani. Felül kell vizsgálni az egész rendszert. Mondok egy negatív példát is. A szociális igazgatás területén, itt a rendvédelemben, a szociális igazgatás területén hoztak egy új jogszabályt, amely kimondja, hogy csak a hivatásos állományt illeti meg olyan szociális juttatás, mint a szemüvegtérítés, akkor a szemüvegtérítés, számítógép használat, és a többi. A nyugdíjasokat és az itt dolgozókat más civil állományt nem illeti meg. És amikor szóltam a belügyminisztérium illetékesének, hogy ugye ez tévedés történt, azt mondja igen, és mondom, akkor miért nem korrigáljátok? Hát azt nem lehet olyan hamar korrigálni, mint amilyen hamar kiadtuk. Na, itt a probléma. Egy perc. Egy perc maradt hátra a műsoridőből. Én azt mondom, hogy a Pintér Sándornak le kéne ülni az érdekképviseletekkel végre 4 év után beszélgetni, és tőlünk is meg fogja tudni, hogy mi az a probléma, amiről ő még nem tud. Milyen eszközeik maradtak? Ugyanis ugye a rendvédelmi dolgozóknak nincs sztrájkolási lehetőségük, nem tudják beszüntetni úgymond a munkát nekik. Maximum az maradt, hogy tényleg azzal fenyegetőzzenek úgymond, hogy figyeljetek, hogyha nem rendezitek a helyzetünket, akkor el fogunk menni, és nem fogunk itt dolgozni.
Hát miután semmiféle más lehetősége nincs a rendvédelemnek, mint ezt megtenni, hát akkor a kollégák fontolják meg, hogy mit fognak lépni a közeljövőben. Nekünk más eszközünk nincsen, mint hogy beszélünk újsággal, rádióval, sajtótájékoztatót tartunk, ha eljön a sajtó képviselője, és a többi. De más nem tudunk tenni jelen pillanatban, mert nem tudunk betörni hozzá, hogy beszélni akarunk önnel. Tömeges felmondással lehet számítani? Hát nem tudom. Az elkövetkezendő egy-két hét bizonyítani fogja, hogy mi fog itt történni, mert akik már el akartak menni, azok beadták a felmentési kérelmüket, hogy aztán elengedik-e őket jelen pillanatban rögtön azonnal, azt nem tudni. Attól függ, hogy milyen rendőrségtől esnek ki az emberek. Figyelni fogjuk akkor a fejleményeket. Dr. Bárdos Juditnak, a belügyi, rendvédelmi és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnökének köszönjük szépen a rendelkezésre állást. Viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Az LMP megszüntetné a dugódíjat ellehetetlenítő rendelkezéseket. Az LMP álláspontja szerint nem engedhet tovább egyetlen kerületvezetés sem az autós lobbinak, ezért támogatja az erzsébetvárosi helyi népszavazási kezdeményezést, amely lehetővé tenné, hogy a parkolóhelyek egy részét átalakítsák teraszokká. A részletekről Gály Józsefet, az LMP szóvivőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Beszéljünk szerintem először az erzsébetvárosi aláírásgyűjtésről, mert talán ez lesz egy ilyen próbája a történetnek, hogy ki fogják kérni a lakosság véleményét, hogyha sikerül összegyűjteni az aláírásokat a helyi népszavazáshoz. Hogy tulajdonképpen most akkor az autós lobby, az autóval közlekedők és parkolni kívánók határozzák meg a kerület életét ilyen szempontból, vagy azok, akik normális, szép, zöld környezetben szeretnék továbbiakban élni az életüket. Önök mire számítanak, és miért álltak be a kezdeményezés mögé? Azért álltunk be a kezdeményezés mögé, mert azt gondoljuk, hogy a belváros megtelt. És hogyha keményebben fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy az LMP folytatja az autós üldözést, és magára is vállalja az egészet, hiszen az autóktól a belvárosban nem lehet haladni. Az tarthatatlan, hogy ma egy autó elfoglal 10-14 négyzetmétert automatikusan, a gyalogosnak viszont nem jár automatikusan az élettér, vagy a teraszosoknak nem jár automatikusan az élettér. Ma egy kávézó nem tudja kitenni a teraszát az utcára, és így bevételtől is elesik, és aki meg ott lakik a kerületben például, az meg szinte ingyen parkolhat egész évben. Szerintünk ezt a rendszert is felül kell vizsgálni. Itt most mondhatnám úgy, hogy egy harc, egy háború zajlik az autósok és a gyalogosok, biciklisek között, mi inkább az utóbbiak oldalára állunk. Miért a vendéglátósok kezdeményeznek egy ilyen dolgot? Miért nem a helyi kerületvezetés, a helyi politikusok? Pont azért, mert tartanak ettől a konfliktustól, azért nagyon sokszor van olyan, hogy a zöldek olyan ügyeket képviselnek, ami sértik bizonyos más társadalmi csoportoknak az érdekeit, és emiatt nem olyan népszerű, vagy nem sokan állnak be ilyen kezdeményezések mögé. Hát valahogy a világon mindig kiderül 2-3-10-15-30 év múlva, hogy a zöldeknek volt igazuk, úgyhogy szerintünk most is nekünk van igazuk, csak még kevés emberben tudatosult ez a dolog. A kerületi vezetés elindult egy jó irányba korábban, különböző forgalomcsillapítást bevezettek Belső Erzsébetvárosban, de valahogy megtorpanni látszik ez a tendencia, ezért is álltunk inkább a vendéglátósok oldalára, és nem a kerületi vezetés oldalára, hiszen kicsit noszogatni kell őket továbbra is, hogy vegyék figyelembe az itt élőknek a komfortérzetét, és azt, hogy megvan egyszerűen telve Budapest autókkal. Mikor a múlt héten hallottam erről a hírről, én csak a címét olvastam el, megmondom őszintén, tehát ilyen szempontból felületesen tájékozódtam, aztán amikor a részleteket is megtudtam, akkor már árnyalta a képet a dolog, de ahogy bennem, úgy biztos sokakban, másokban is felvetődhet, hogy hát ez szép meg jó dolog, de hát akkor kellene cserébe még garázsokat építeni, mert hogy nem normális az, hogy mindenki az utcán hagyja az autóját, de hát ez részben amiatt van, mert nincs meg az ehhez szükséges infrastruktúra. De kiderült, hogy itt egyébként nem is olyan túl sok parkolóhelyről van szó, ahol egyébként a vendéglátósok inkább teraszokat szeretnének, de hogy
Tehát ez benne van az érvkészletükben, hogy amikor érvelnek egy ilyen dologban? Hogy... Pontosan, ez egy komplex dolog. Egyrészt szerintünk alacsonyak a parkolási díjak. Másrészt a kedvezmények ne járjanak mindenkinek automatikusan. Tehát, hogy az tarthatatlan, hogy nekem van egy belső kerületi lakcímem, és én automatikusan 365 napon keresztül parkolhatok lent az utcán, akinek meg nincs autója, akkor azzal mi van? Szóval, hogyha én beköltöznék a belvárosba, de nincsen autó, akkor nekem is járjon már egy parkolóhely, és akkor én azzal a parkolóhelyel azt csinálok, amit akarok, például kikempingezek oda, vagy kiülök a barátokkal, és ott kávézok. Ezért mondom, hogy egy autóhoz ne járjon automatikusan egy parkolóhely. Ami meg még abszurdabb például, hogy ha jól tudom, az Akácfa utcában van egy parkolóház, amit most fognak lebontani, és a helyére lakóépületet fognak építeni. Én nem azt mondom, hogy parkolóház kell mindenhova, de ez egy visszafele menetelés, hiszen lebontunk egy olyan helyet, ahova az autókat el tudnánk rakni, és építünk helyére lakóházat, ami még több lakót fog bevonzani, még több parkoló autóval. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a hétvégén tartottak egy sajtótájékoztatót, ahol bejelentették, hogy az LMP igyekszik görgetni az akadályokat, úgymond a dugódíj bevezetése ellen, vagy hát azért, hogy amik ellehetetlenítik azt, hogy bevezessék a dugódíjat. Ugye Karácsony Gergely főpolgármesternek korábban az ígérete is volt, most újra melegítette ezt a javaslatot. Mire számítanak, mi lesz ebből? Hát ugye itt két fronton harcolunk, az egyik front az a Fidesz, és valahogy Tarlós István öröksége, ugyanis van egy 2013-as törvény, egy útdíj használati törvény, amelyik azt mondja, hogy minden útdíjbevétel a központi költségvetésbe megy, tehát az önkormányzatok ebből nem részesülnek. Mi ezt úgy szeretnénk módosítani, hogy az önkormányzatok is kivethetnek úthasználati díjat, és az a bevétel az az önkormányzatokat illeti, ez elgördítene minden akadályt az elől, hogy bármely település, nem csak Budapest, de bármely településbe vezessen dugódíjat, hogyha úgy érzi, hogy erre szüksége van. Mi azt gondoljuk, hogy Budapestnek igenis szüksége van egy használat arányos útdíjra, hiszen megtelt Budapest. Egyszerűen nincs már tovább mozognunk, az előző téma is ezt bizonyítja, és a dugódi sürgősége is ezt bizonyítja. Az a problémánk, hogy amikor Tarlós István ellenzékben volt, még Demszky Gábor idején, akkor követelte az útdíjat, majd hatalmon puha lett. Ugyanezt történik sajnos a mostani városvezetéssel, és Karácsony Gergely programjában ott szerepel a dugódi, és amikor meg hatalomra került, akkor semmi nem történik. Mi azt gondoljuk, hogy legalább egy hatástanulmányt a jelen pillanatban, a jelen helyzetre csinálnia kellene a fővárosnak, de semmi ez irányú mozgást nem látunk sajnos. Tényleg csak másodperceink vannak hátra, de arról még beszélünk, hogy egyébként ebben Karácsony Gergely nem amiatt van egy nehéz helyzetben, mert egyébként a mögötte álló politikai szövetségesek közül is sokan inkább az autós lobby érdekeit képviselik, úgymond? Én nagyon szomorú lennék, hogyha ez így lenne, de ő a főpolgármester, őt választották meg közvetlenül a választók az ő programja alapján, és foggal körülbelül ragaszkodnia kellene ahhoz, hogy ez megtörténjen. Gály Józsefet, az LMP szóvivőjét hallották. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Köszönöm én is. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Legalább 10 napos szabadság illeti meg az apukákat, ezt 2019-ben szavazta meg az Európai Parlament. Az új irányelvet a tagállamoknak 3 éven belül kell átültetniük a saját jogrendszerükbe, ez idén augusztusra esik. Ezért a Párbeszéd benyújtotta az apanapok megduplázásáról szóló törvénymódosítást. Tordai Bence úgy fogalmazott, reméli, hogy a kormánypárti képviselők támogatására is számíthatnak, ha tényleg családbarát országban gondolkodnak. A telefonnál Tordai Bence, a Párbeszéd frakció vezetője. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Mivel itt tulajdonképpen zöld politikusok adják egymásnak a stafétát, nem tudom, volt-e lehetősége belehallgatni abba, hogy Gály József az LMP szóvivőjével miről beszélgettünk, de ha nem, akkor röviden elmondom. Tulajdonképpen azt mondta, hogy hát Karácsony Gergely a választási programjában belengedte a dugódíjat, de igazából annyira nagyon bevezetni azért nem szeretné, tartva az esetleges ezzel járó konfliktusoktól. Ön hogyan látja? Van erre mondjuk fél percünk?
teljesen egyetértünk abban, hogy Budapesten túl sok autó közlekedik, és tényleg mindenkit arra kérnék, hogy gondolja át, hogy feltétlenül szüksége van-e arra, hogy a belvárosba autóval menjen be, és ott aztán a dugóban ácsorokba pöfékeljen. Számos más ennél sokkal jobb opció van, a közösségi közlekedés, a kerékpározás, a mikromobilitási eszközök, vagy rövidebb távokra egyszerűen a lábunkat használva sétálhatnánk. Úgyhogy eddig tudunk menni a felvetéssel. Ugye a helyzet az, hogy az elmúlt években elvonták az önkormányzatoknak a lehetőségét arra, hogy bármilyen plusz díjat, adót közterhet kivessenek, vagy akár csak megemeljenek, tehát törvényileg volt ellehetetlenítve a főváros bármi ilyen irányú törekvése vagy gondolkodása. De azt is tudjuk, hogy ugye még a Tarlós érában vállalták ezt a kötelezettséget, hogy valamiféle behajtási díjra szükség van. Számos modell van ezzel kapcsolatban a világban. Kevés az, ami egyértelmű siker, például a stockholmi példát biztos, hogy érdemes vizsgálni. Az biztos, hogy minden eszközzel csökkentenünk kell az autós forgalmat, ez a egészségünk érdeke, és ez az élhető városnak az érdeke. Itt elsősorban emberek élnek, nem pedig autósok, ők is, amikor kiszállnak, és akkor is lélegezni szeretnének. Úgyhogy nyilván Karácsony Gergely zöld főpolgármesterként dolgozik ezeken a megoldásokon. Nem szeretném a műsoridőt azzal rabolni, hogy más pártok javaslataira reagáltassam, de azt még megkérdezném, hogy ahogy az LMP, úgy önök is támogatják az erzsébetvárosi civilek által kezdeményezett helyi névszavazást, amely arról szól, hogy parkolóhelyeket teraszokká alakítsanak át? Erről most hallok először, szerintem erről az erzsébetvárosiaknak érdemes döntenie, úgyhogy ha helyi népszavazást tudnak kírni ebben, akkor az nagyon jól hangzik, különösen, hogyha egy érdemi társadalmi párbeszéd előzi azt meg. Jó, akkor beszéljünk arról, ami viszont az önök javaslata. Törvényjavaslatot fognak benyújtani annak érdekében, hogy növeljék meg az apáknak járó szabadságot. Ugye ez az, amikor megszületik a gyermek, akkor ilyenkor plusz pótszabadságokat kap, úgymond a munkáltatótól a munkavállaló. Miért tartották fontosnak, hogy ezt benyújtsák? Iszonyú fontos lenne az, hogy a családi szerepek egy kicsit kiegyenlítettebbek legyenek, hogy a gyereknevelés ne csak az anyák dolga legyen, hogy a korai időszakban, különösen amikor kialakul a kötődés, az apák is ott legyenek, és hogy ezt a munkahelyük is támogassa, illetve a jogszabályi környezet is támogassa. Nekem 4 gyerekem van, és el nem tudtam volna képzelni, hogy amikor hazahoztuk őket a kórházból, akkor ne legyek ott velük az első napokban, miközben Magyarországon azoknak az aránya, akik ezt megteszik, megtehetik, az nagyjából csak a lehetséges igénybevőknek a 1/6, tehát 6-ból 5 apa nem vesz ki ilyenkor pótszabadságot. Egyrészt ezt a tudatosságot is növelni kéne, másrészt a lehetőségeket is bővíteni, mert ahhoz képest, hogy állítólag egy családbarát országban élünk, itthon ez az 1 hét pótszabadság jár, a környező országban ez általában 4 hét, de mondjuk a talán legjobb családpolitikák egyikét vívő Svédországban ez 10 hét, és nem ez a világon a legmagasabb példa. Ráadásul nagyon komolyan honorálják, államilag is támogatják, például Ausztriában a papamonatot, ahol 700 eurót adnak naponta, nem a munkahely fizeti, hanem az állam fizeti, tehát gyakorlatilag ez a születendő gyermek körül felmerülő költségeknek a támogatását is nyújtja. Úgyhogy nagyon jó gyakorlatok vannak körülöttünk, és elfogadtak az Unióban egy irányelvet, amit idén augusztusig a magyar kormány is vállalt, hogy átültet a hazai jogrendbe, de ennek egyelőre híre pora nincs, ezért a Párbeszéd nyújtotta be most hétvégén ezt a javaslatot. Egyszerűen nem kell más tenniük a kormánypárti képviselőknek, mint megszavazni. Hát ugye most már tényleg szorítja őket ilyen szempontból az idő. Előfordulhat az, hogy át fog menni egy párbeszédes törvényjavaslat, vagy azt a taktikát alkalmazzák, amit sokszor láthattunk egyébként, hogy az ellenzék benyújt valamit, leszavazzák, ők is benyújtják, és a saját javaslatukat majd elfogadják. Hát legyen úgy, csak ennek nincsen nyoma, tehát július 18-19-én ülésezik utoljára az országgyűlés, most arra már bent kéne lenni a javaslatnak, hogyha a Fidesz kormány tényleg azt tenni, amit állított most hétvégén a sajtótájékoztatomra reagálva, jelesül, hogy betartaná az uniós jogból fakadó kötelezettségeit. Azóta rákerestem, hogy ők hogy tervezik, és az idén őszi jogalkotási programban megtaláltam egy nagyobb szabályozási tervezetnek a részeként ezt a témát, ami azt jelenti, hogy leghamarabb decemberben lehetne erről szavazni, tehát hogyha tényleg a saját tempójukba mennek, akkor biztosan nem kerül az országgyűlés elé idejében, tehát akkor megszegik az uniós kötelezettséget,
És ráadásul ez nem csak az apanapokról szól, nem csak a születés utáni apai pótszabadságokról, hanem általában a munka és magánélet egyensúlyáról szól az az irányelv, amit az Európai Parlament és a Tanács elfogadott, és amire nagy szüksége volna általában is a kizsigerelt magyar munkavállalóknak, hogy ne rabszolgatörvényeket, hanem tényleg egy munka-magánélet egyensúlyt megteremtő törvényi szabályozást biztosítsunk nekik. Most már nagyon kevés maradt a műsoridőből hátra, de semmiképp nem szerettem volna kihagyni. Hamarosan tisztújításra kerül sor a Párbeszédben, és vannak már aspiránsok önön kívül, akik a férfi társelnöki posztot betöltenék? Július elejéig lehet jelentkezni, úgyhogy akkor tudunk majd beszámolni arról, hogy kik és hányan indulnak a társelnöki pozíciókért, illetve az elnökségbe. Szerencsére itt egy elég komoly csatársor van, és egy komoly cserepad is, úgyhogy attól, hogy Karácsony Gergely és Szabó Tíma nem indulnak újra a társelnökséget, ez nem jelenti azt, hogy a Párbeszéd egy nagyon erős csapattal készülne a következő időszakra. Tegyük fel, ön lesz a csapatkapitány. Karácsony Gergely cserepadra kerül, vagy azért ott lesz a kezdőben? Karácsony Gergely a legértékesebb játékosa a Párbeszédnek, úgyhogy mindenképpen ő az önök Szoboszlai Dominikja. Így van. Jó, hát akkor meglátjuk hamarosan, majd ezekkel a fejleményekkel is jelentkezni fogunk, és keresni fogjuk ön. Tordai Bencét, a Párbeszéd frakció vezetőjét hallották. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Szép napot kívánok, viszont. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. 8 óra 6 perc, jó reggelt kívánok mindannyiuknak. A szerkesztőm Toró Nikolett nevében is köszöntöm azokat, akik már az első órában is itt voltak, és azokat is, akik csak most kapcsolódnak be az adásba. Elmondom, mivel készülünk a műsor második felében. Pillanatokon belül kapcsoljuk majd Déri Tibort, Újpest polgármesterét. A Tunzgram üzemből ugyanis még több embert küldenek el, mint amennyire korábban számítottak. A legfrissebb fejleményekről a kerületvezetője számol majd be nekünk. Aztán beszélünk arról is, hogy a postai dolgozók érdekképviseletének megerősítését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. A párt ugyanis úgy véli, egy független szakszervezet létrehozása lenne szükség annak érdekében, hogy javuljanak a munkafeltételek, és hogy növekedjenek a bérek az ágazatban. Lantos János a párt munkaügyi kabinetének elnöke lesz majd a vendégünk. Aztán szó lesz arról is, hogy mintegy 100 000 mikrovállalkozás továbbra is rezsicsökkentett áron juthat áramhoz és gázhoz, valamint új hitelprogram is indul a magyar cégek számára. A legújabb intézkedések jelentőségéről Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgetünk majd. Itt lesz velünk G. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője is. A pártja ugyanis költségvetési módosító javaslatot nyújtott be az országgyűlés elé annak érdekében, hogy Budapest jelentősebb forrásokhoz jusson az idei büdzséből. A részletekről a korábbi főpolgármester helyettest kérdezem majd. Az óra végén megbeszéljük azt is, mire kell odafigyelnie az embernek napozás közben. Itt van ugyanis a jó idő, egyre többen indulnak nyaralni. A káros napsugarak elleni védekezésre azonban gyakran megfeledkezünk. Dr. Kriston Renáta, bőrgyógyász azonban emlékeztet majd minket a legfontosabb teendőkre. Addig is ne menjenek sehova, pillanatokon belül folytatjuk. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Újpest polgármestere arról posztolt Facebook oldalán, hogy tudomása szerint 400 helyett 620 Tungsram dolgozót értesítenek arról, hogy érintettek a csoportos létszám leépítésben. Vagyis nagy valószínűséggel elbocsátja őket a vállalat. Mint írta, ott volt az állománygyűlésen, ahol közölték az aktualitásokat a csoportos leépítéssel kapcsolatban. Az elhangzottakról Déri Tibort, Újpest momentumos polgármesterét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Mi lesz most így a dolgozókkal? Előző héten pénteken, ahogy a felvezetőben is hallható volt, részt vettem egy ilyen állománygyűlésen, meghívtak rá, ahol ugye azt jelentették be, hogy a korábbi számokkal ellentétben egy jó 200 fővel több munkavállaló fogja megkapni az egy papírját arról, hogy érintett a csoportos létszám leépítésben. Azonban azt is hozzátették, hogy nem feltétlen jelenti ez az, hogy ez 620 embert fog ma végén jelenteni,
hanem hogyha a reorganizáció működik, és a befektetők, valamint a vásárlók és a beszállítói lánc újra működni tud, akkor lehet, hogy ez kevesebb embert érinthet, hiszen rengeteg anyag van beakadva most jelen pillanatban a rendszerben, amit nem tudnak értékesíteni valami miatt, tehát még lehet, hogy van valamilyen jövője a cégnek. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az embereknek egy része úgymond, hát ez nem a legszerencsésebb megfogalmazás, de mondjuk veszélyzónába került? Hát azzal, hogy megkapták a csoportos létszámleépítésben való részvételről szóló papírt, az azt jelenti, hogy gondolkoznak azon, hogy nem sikerül bármit is elintézni, illetve nem sikerülnek azok a tárgyalások, amelyeket majd augusztus elején fognak, vagy ütemeztek be, akkor mind a 618 ember érintett lehet. Korábban szó volt arról, hogy a főváros és más munkahelyek is bejelentkeztek a dolgozók egy részért, hogy tudnának nekik valamilyen más állást adni rövid átképzés után. Most így, hogy még több emberről van szó, van lehetőség arra, hogy kibővítsék ezeket a feltételeket, és a legtöbb ember el tudjon helyezkedni máshol? Előző hét nem csak erről szólt, hogy bejelentették, illetve véglegesítették ezeket a számokat, hiszen a munkaügyi központ felé kellett ezeket a számokat most már véglegesen lejelenteni, hanem arról is szólt, hogy 3 napon keresztül állásbörze volt a területen, melyről nagyon sok visszajelzést kaptam, én személy szerint is, hogy nagyon értékes volt és nagyon hasznos. Egyetlen egy dolgot nem tudtak megmondani még a munkavállalók, hogy mikor fognak tudni átmenni, és mikor fognak tudni esetleg új munkahelyen kezdeni. Egyébként számos újpesti cég, számos az agglomerációban működő cég is ott volt, a Budapest esélyen kívül, tehát a fővárosi önkormányzat is, ahogy korábban is beszéltünk itt a rádióban is róla, megjelentek, ott voltak, nagyon sok kontaktot begyűjtöttek, és nagyon sok munkatárs is segíti azokat a munkavállalókat, akik igénylik ezt, hogy segítsék az álláskeresésüket, akár az, hogy hogyan kell önéletrajzot megírni, akár az, hogy hogyan, miként kell beadni egy-egy pályázatot, illetve a fővárosi cégekben lévő lehetőségeket is felkínálták természetesen a kitelepült munkatársak, és én bízom benne, hogy a legtöbbjük el tud helyezkedni az esetleges elbocsátások után. Röviden beszéljünk még itt a végén arról, hogyha jól láttam, a körön is részt vett nemrégiben egy brüsszeli kiránduláson, túrán, ahol momentumos politikusok és Karácsony Gergely főpolgármester is ott volt az Európai Parlamentben. A finom sörök, ételek miatt mentek, vagy azért itt valami konkrétumok is voltak? Én Cseh Katalin meghívására, a momentumos EP képviselő meghívására érkeztem Brüsszelbe egy kis csapattal, és mi a lehetőségekről beszéltünk. Nagyjából Karácsony Gergely is ezért ment magasabb szinten tárgyalni, de én Cseh Katalinnal, mint EP képviselővel tárgyaltam ezekről a lehetőségekről, hogy egy bizonyos idő után, mert ugye a 2021-27-es programozási ciklusban már olyan eszeveszett nagy lehetőségei nincsenek a városoknak, azonban azon kell dolgozni, hogy a új költségvetési ciklusban, tehát ami 27-től fog majd jönni az Európai Unióban, azon kell dolgozni, hogy ezek a források, ezek az Európai Uniós források minél nagyobb százalékban legyenek közvetlenül elérhetőek a települések, kerületek, városok, falvak részére, és ezen dolgozik ő is, én pedig ötletelünk, hiszen felkészülten szeretnénk várni az elkövetkezendő időszakban azt, hogyha bármilyen lehetőség kínálkozik, már pedig, ahogy említettem, kínálkozik már ebben a ciklusban is, akkor azonnal tudjunk reagálni, és mondjuk azonnal tudjunk pályázatokat benyújtani annak érdekében, hogy ne a magyar kormánytól függjünk, hiszen ez most jelen pillanatban szinte 100%-os ez a függőség. Déri Tibort, Újpest polgármesterét hallották az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
A postai dolgozók érdekképviseletének megerősítését sürgeti a Mi Hazánk. A postai dolgozók fizetésének emelését, munkakörülményeinek javítását, független szakszervezetük létrehozásának állami támogatását kérik. A vonalban Lantos János, a Mi Hazánk munkaügyi kabinettjének elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Miért van szükség független szakszervezetre a postai dolgozóknak? Hát van már szakszervezet, nem? Ez így van, viszont kicsit visszább kell menni az időbe, és hogyha megnézzük az elmúlt éveket, vagy akár az elmúlt évtizedeket, akkor azt kell látni, hogy gyakorlatilag a Magyar Posta, ki kell mondani, hogy az összeomlás szélén táncol, és csak azért működik még egyáltalán úgy, ahogy, mert az idősebb elhivatott kollégák, akik hivatásként fogják fel ezt a munkát, ők gyakorlatilag a vállukon viszik. Ellenben az újabbak, akik fiatalabbak, ők pár hónap után otthagyják a postát, amiért őket nem is lehet kárhoztatni, hiszen meg kell nézni, hogy a fizetés az gyakorlatilag a minimálbérrel vetekszik. Az sem igaz már napjainkban, hogy a borravalóval jelentősen ki lehetne egészíteni a havi keresetet, hiszen rengeteg nyugdíjas kéri már bankszámlára a havi nyugdíját. Ennél fogva óriási a létszámhiány. Hát néhány évvel ezelőtt, és most én ezt elárulom, ez nem titok, évekig én is postás voltam. Akkor volt 2017 környékén 1000 fő a hiány országosan. Tehát gyakorlatilag egy postásra 2-3 másik postásnak a munkája jut. Tehát azért ezek elég lehetetlen munkakörülmények. Illetve ezt az egészet tetézik még azzal, hogy folyamatos értékesítési elvárásokkal traktálják a postásokat. Gyakorlatilag ki lehet mondani, hogy egyes helyen fenyegetik őket, tudunk olyan esetekről, de akár én is be tudnék számolni személyesen ilyenekről, nyilván nem akarok most itt senkit megnevezni, mert nem ez a lényeg, hogy nem engedik haza addig az adott kézbesítőt, amíg be nem számol részletesen arról, hogy milyen termékeket kinek ajánlott, és ezeket különböző űrlapokkal alá kell támasztani, az ügyfélnek a személyes adataival, telefonszámával, stb. Na most, hogyha ilyen a helyzet, már pedig ilyen a helyzet, erről meg lehet kérdezni bármelyik postást az ország szinte bármelyik pontján, akkor logikusan adódik a kérdés, hogy milyen a szakszervezetiség, milyen a munkavállalói érdekképviselet, és én azt tapasztaltam, és azt tapasztalom egyébként a mai napig is a postásokkal beszélgetve, hogy ennek ellenére nem túl nagy az érdeklődés a szakszervezeti tagság vagy a szakszervezeti tevékenység iránt. Egy teljes apátia uralkodik, mert úgy gondolják, hogy úgysem lehet változást elérni, és azért gondolják így, mert úgy látják, hogy mivel a szakszervezetek nagy része azért sok mindenben függ a posta közvetlen vezetésétől, főleg anyagilag, ezért nem várják el, vagy úgy gondolják, hogy nem várhatják el, hogy erőteljesebben képviseljék az ő érdekeiket. Ebből viszont logikusan következik, hogy akkor egy olyan alapot kell teremteni, amelyik függetleníti a posta közvetlen vezetésétől a szakszervezeti vezetőket, és akkor elvárhatnák, hogy erőteljesebben tudják őket képviselni, de mindenképpen erősíteni kell a postás szakszervezetiséget, az érdekképviseletet, mert ez így, ahogy a jelenlegi helyzet kinéz, ez nem vezet sehova, csak a posta összeomlásához. És tulajdonképpen mit tehetnek? Tehát ugye itt nagyon sokszor elhangzik a sztrájknak a lehetősége különböző szférákban, bár ugye van, amit van, ahol ezt törvényileg megpróbálják megakadályozni, vagy ellehetetleníteni teljesen, de egy postai dolgozó mit tud tenni annak érdekében, hogy egyszerűen nyomást helyezzen a döntéshozókra, feletteseire? Legelőször is én úgy látom, hogy közösségekbe kell szerveződni a postai dolgozóknak, mert teljes mértékben atomizálódott a postás közösség az imént említett apátia miatt. Utána, hogyha ez megvan, tehát megerősítettük az érdekképviseletet, onnantól kezdve igen, el lehet gondolkodni akár sztrájkon is, de nem nagyon hallottunk az elmúlt években vagy évtizedekben, hogy a postás dolgozók ezzel éltek volna, márpedig különböző nyomásgyakorló eszközökkel mindenképpen kell élniük, mert én úgy látom, hogy a mindenkori magyar kormány, a magyar állam úgy tekint erre a szférára, hogy meglehetősen mostoha gyermek. Pedig azért az alapelv, hogy egy ország működésének szempontjából kell, hogy legyen egy normálisan működő postaszolgáltatás, és ez nincs így jelenleg, ezt azért minden magyar állampolgár megerősítheti.
Hát most nem lebuktatva ezzel senkit, de nemrégiben vidéken jártam a szüleimnél, és egy postai dolgozó, aki teljesen más fajta öltözetben volt, mint azok a postások, akik általában a leveleket szokták hozni, ő hozta ki a küldeményt, és hát kérdeztem tőle, hogy hát ön szállítja a leveleket, és mondta, hogy nem, csak hogy nincsen kollégája, ő bent dolgozik, de most neki kell kihordani a leveleket. Én is nehezen tudtam értelmezni, hogy mi történik. Mi az a fajta bér, amit meg kellene kapnia azoknak az embereknek, akik ott dolgoznak, hogy egyrésztről, akik a rendszerben vannak, azok ne hagyják el, másrésztről pedig vonzópálya legyen ez? Na most ugye ezt két fele kell választani, tehát ugye van a rendes minimálbér és a szakmunkás minimálbér. Régen azért kellett postaforgalmi végzettség ahhoz, hogy valaki postás lehessen, ma ez már nincs így, ugyanis bárkit felvesznek, akkora az ember hiány, és ő kezdő fizetésként, hát nagyjából a normális minimálbérnek megfelelő összeget kapja meg, és a tegnapi sajtótájékoztatómban, ezt elmondtam, mert volt erre irányuló kérdés, hogy milyen béremelés lenne, és én akkor azt mondtam, hogy nem lenne túlzó követelés a béreknek a megduplázása, tehát még akkor sem keresnének olyan hű, de nagyon jól a postások, de akkor talán az már egy megtartó erővel bírna, de ez csak az egyik szegmense, tehát három fő problémája van a postának, mint mondtam. Az a baj, hogy nem tudunk most már a többi szegmensekét érni, mert sajnos elfogyott a műsoridő, de fogjuk folytatni még ezt a beszélgetést és gondolkodást, mert érdekes dolgokat mondott. Jó, köszönöm szépen a lehetőséget, és elsősorban a postások nevében köszönöm a lehetőséget. Lantos Jánost, a Mi Hazánk munkaügyi kabinetének elnökét hallották. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Köszönöm még egyszer. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Augusztus 1-től az idei év végéig továbbra is rezsicsökkentett áron juthat áramhoz és gázhoz mintegy 100 000 mikrovállalkozás, jelentették be a pénteki kormányinfón. Hétfőn Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter tudatta, hogy folytatódik a Széchenyi Kártya program, amely kedvezményes finanszírozási lehetőséget biztosít a hazai kis- és középvállalkozásoknak. Az intézkedések jelentőségéről és arról, hogy mely vállalatok tartoznak a KKV szektorhoz. Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Most ugye az a bejelentés, hogy körülbelül olyan 100 000 kis- és középvállalkozás van, amely továbbra is rezsicsökkentett áron juthat hozzá az áramhoz és a gázhoz. Az tulajdonképpen mennyire nagy segítség ilyen szempontból ezekben az ínséges időkben? Én azt gondolom, hogy rendkívül nagy segítségről beszélhetünk, hiszen alapvetően azért nagyon jelentősen megemelkedett a rezsiköltség, hogyha a piaci árakat nézzük. Nyilván ez főleg a mikrovállalatok számára, de hogy ne zsákba macskáról beszéljünk, miről szól egy mikrovállalat. Ugye itt legfeljebb 10 foglalkoztatott van, és ilyen éves nettó 800 millió forintos árbevételről beszélünk. Tehát tényleg kicsi vállalatokról, olyan vállalatokról, amelyek regionálisan fontosak alapvetően, tehát inkább helyi közösségeket tudják kiszolgálni, és hát nyilván, mivel nincsen óriási árbevételük, az ő költség oldaluk az, hát az árbevételükhöz képest drasztikusan megnőtt. Vagyis számukra az a lehetőség, hogy bennmaradhatnak ebben a rezsicsökkentett körben. Én azt gondolom, hogy talán nem túlzás azt mondani, hogy a túlélés záloga. Viszont, hogy azt is elhelyezzük, hogy mennyi ez a 100 000 vállalat. Na most 2020-ban összességében a KSH statisztikai alapján Magyarországon 851 000 vállalkozás működött, és hát ugye innentől azért érezzük, hogy ha ebből csupán 100 000 vannak azok, akik élhetnek majd a továbbiakban is a rezsicsökkentés költségeivel, akkor azért látjuk, hogy egy viszonylag csekélyebb szeletről beszélünk, másoknak bizony ezt az emelkedő energiaköltséget valamilyen úton, módon ki kell gazdálkodniuk, vagy végső esetben árat kell emelniük. De kik azok a szereplők, akik ilyen szempontból ugye ebben a támogatott árban részesülnek? Gyakorlatilag olyan szereplőkről beszélünk, akik nem nagy fogyasztók. Én most nem szeretnék mutatni senkit a különböző kilovattóra, meg megazsúl számokkal. A szabályzat meghatározza,
hogy mi az a fogyasztási mennyiség, amely alatt igénybe lehet venni gyakorlatilag a lakossági egyetemes szolgáltatást, ez pont azt a célt szolgálja, hogy azok a kisvállalatok, azok a kis szolgáltató cégek, esetleg kisebb, tényleg pici ipari vállalatok, műhelyek, azok tudják alkalmazni ezt a rezsicsökkentett árt, hogy tényleg nem nagy fogyasztó. És ebből próbálja meg igazándiból így szétválasztani a jogszabály, hogy ki az, aki ténylegesen úgymond rászorulhat erre, és ki az, aki már túlságosan nagy fogyasztó ahhoz, hogy alapvetően beleférhessen ebbe a keretbe. És hát szintén az is fontos, hogy itt új szereplők már nem léphetnek be az egyetemes szolgáltatásba. Tehát azok a szereplők, akik eddig is gyakorlatilag rezsicsökkentett áron tudták vásárolni az energiát, ők közülük ugye maradhatnak bent a kisebb fogyasztók, tehát megint csak szűkítjük a kört ahhoz képest, mint mondjuk volt ez az elmúlt fél évre jellemző. Ugye Nagy Márton gazdasági fejlesztési miniszter neve az elmúlt napokban leginkább a Ryanair-rel való csörtje miatt lehet ismerős a hallgatóknak, de azért ő elég sok mindennel foglalkozik, meg sok mindent jelentett be ezen túl is. Például az, hogy érkezik egy új hitelprogram a kis- és középvállalkozási szektornak. Ez mit jelent? Tulajdonképpen kapnak valami államilag támogatott kedvezményes hitelt, amit felvehetnek a cégek, hogyha most gazdasági nehézségbe kerültek, amivel egy kicsit utol tudják érni magukat, és majd később törlesztenek? Ez egy régi új program, ugye, hogyha kicsikét visszamegyünk az időbe, akkor szerintem mindenki emlékszik még a növekedési hitelprogramra. Ugye ez is azt a célt szolgált, hogy a KKV szektornak, a kis- és középvállalati szektornak, illetve a mikrovállalatoknak nyújtson kedvező finanszírozású hitelt. Az infláció elszaladása miatt a Magyar Nemzeti Bank ezt a programot megszüntette. Ekkor lépett be a pénzügyminisztérium, illetve a KAVOSZ, és hozta létre ezt a Széchenyi kártya programot, amely ugyanúgy a KKV szektornak, bár kisebb léptékben, de kamat támogatott hitelt nyújt, és ez az, ami most kicsikét átalakítva, átcsomagolva, de továbbra is igen kedvező forrás lehetőséget biztosít. És hogy ez mit is jelent? Nyilván céltól függően lesz meghatározva a kamatláb, de alapvetően arról beszéltünk, hogyha például valaki energiahatékonysági beruházást tervez, maximum 400 millió forintig, ő számára 0,5%-os hitelkamat mellett lesz lehetőség forrásbevonásra, míg mondjuk más egyéb forgó, rulírozó hitelek esetében ez egy fix 3,5%-os kamatlábat jelent, és hogy a piaci kamatláb hol van, ugye ez a fontos, hogy lássuk, hogy mennyi a segítség ebben. Nos, hát a vállalatok számára jelen pillanatban a piaci kamatláb az 8,5%. Tehát jelentősen kedvezményesebb és jelentős kamattámogatás mellett jutnak hozzá a KKV-k ehhez a hitelkonstrukcióhoz, és ez, ami biztosíthatja a túlélést akár azzal, hogy forgóhiteleket tudnak fölvenni, ezáltal tudják finanszírozni a megnövekedett béreket, esetlegesen megnövekedett rezsiköltséget, vagy azok, akik mondjuk kiesnek a rezsicsökkentett körből, ők pedig megpróbálhatnak ugye olyan beruházásokat végrehajtani, amellyel csökkentik lényegében az energiafelhasználásukat. Tehát ebből a szempontból ez a két dolog azért valamilyen úton mondom, tehát a rezsicsökkentés, illetve ez a Széchenyi kártya program valamennyire összefésülhető. Reméljük, akkor tényleg jó helyre fog menni a pénz, és segít majd talpon maradni a magyar cégeknek. Virovácz Péternek, az ING Bank vezető elemzőjének, közgazdásznak köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. További szép napot! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. A Demokratikus Koalíció költségvetési módosító javaslatot nyújt be a Budapestet érintő költségvetési módosításokról. A DK vasárnap nyílt levélben szólította fel a Fidesz fővárosi politikusait, hogy támogassák a DK Budapest csomagját. A javaslatcsomagról G. Németh Erzsébetet, a DK országgyűlési képviselőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát kezdjük talán azzal, hogy miért tartották fontosnak, hogy hozzányúljanak ilyen szempontból a költségvetéshez. Nem volt az jó, ugye, hogy volt? Hát amikor megismertük a 2023-ra benyújtott költségvetést, abból nagyon-nagyon szembetűnő volt az,
hogy az önkormányzatok, és ezek között kiemelt szerepben is kiemelt helyen a fővárosi önkormányzat 2023-ban borzasztóan rosszul járnak. És itt az elején fontos elmondanom, hogy nem arról van szó, hogy a főpolgármesteri hivatalnak, vagy a főpolgármesternek, vagy a képviselőknek lesz rosszabb, hanem a Budapest lakosságának, illetve a vidéki településeken a magyar embereknek. Tovább folytatja az Orbán kormány jövőre az önkormányzatok megsarcolását, és ezt szerettük volna a módosító indítványokkal megakadályozni. Mekkora összegről van szó, amit önök átcsoportosítanának a büdzséből Budapestnek a fejlesztésére, működési költségeire? Inkább úgy mondom, hogy az összes önkormányzatról nyújtottunk be módosító indítvány, és ez több száz milliárd forintról szólna. Azt szeretnénk ugyanis, hogy a szolidaritási adónak a szintjét vigyék vissza a 2011-es szintre. Itt a fővárosi számot szeretném mondani. Akkor 10 milliárd forintot kellett fizetni a fővárosnak. Jövőre ez 56 milliárd forint lenne a Fidesz szándékai szerint. Egyébként azoknak a település, amelyek szolidaritási adó kötelezésére fizetésére kötelezettek, ezektől a településektől 218 milliárd forintot vonná el az állam. Mi meg úgy gondoljuk a DK-ban, hogy ez nincs rendben. Persze azok a városok, amelyek megtehetik, azok legyenek szolidárisak azokkal a településekkel, amelyek nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy ne lenne szükségük erre a pénzre is, de az, hogy ezeket a városokat, amelyekben az adók megtermeli a lakosság, ezeket viszont kivéreztessék, ez nagyon nincsen rendben. A másik, ami nagyon fontos a számunkra, és ez sem csak Budapestet érintő javaslat, az a közösségi közlekedésnek a támogatása. Ugye itt van a klímavészhelyzet, szembe kell néznünk azzal, hogy a környezetvédelem egyre fontosabb lesz napjainkban, és ennek a nyomát nem látjuk a Fidesz jövő évi költségvetésében. Azt szeretnénk, hogy a közösségi közlekedés 2,5-szer akkora támogatást kapjon, mint amennyit most az állam a közösségi közlekedésre ad. Ugye nem csak Budapest olyan város, aminek van saját tömegközlekedést, közösségi közlekedést üzemeltető, működtető cége a BKV, van ilyen Miskolcnak, Pécsnek, Szegednek, tehát azt szeretnénk, hogy azok a városok, ahol a város, az önkormányzat tartja fent a közlekedési cégeket, oda több állami normatívát adjon az állam. Ugye, amikor... Szeretnénk azt is, hogy a gépjárműadó az maradjon helyben az önkormányzatoknál, ez körülbelül éves szinten egy olyan 30-40 milliárd forint országosan, és ebből például az utakat tudnák karbantartani a települések, hiszen nem csak Budapesten, hanem nagyon-nagyon sok helyen az országban a települési utak, szilárd utak nagyon rossz állapotban vannak. Ugye, amikor egy költségvetést terveznek, akkor mindig az van, hogy ilyen Excel táblázatokban nézegetik azt, hogy erre-arra milyen tételek, mennyi pénz kerüljön. Önök azt a költséget, vagy azokat a forrásokat, amelyeket most átcsoportosítanának az önkormányzatoknak, azt valahonnan el kell vonni. Mik azok a területek, amelyekhez mindenképp hozzá kell nyúlni, és ami önök szerint a kormány például aránytalanul sok pénzt költ cserébe a társadalmi hasznosságával? Hát mi megtaláltuk ennek az egyik nagy forrását, ezeknek a nagyon fontos, általunk fontosnak tartott pénzeknek, ez pedig Rogán Antal vezette Propaganda Minisztérium, ami, ha jól emlékszem, legalább 10-szeres összeget kap a 2023-as költségvetésben, mint itt a 2022-esben. Úgy gondoljuk, hogy ez a több száz milliárd forint, amit az Orbán kormány propagandára, OIS plakátokra és más egyéb ilyen eszközökre akar elkölteni, ennek sokkal jobb helye lenne például a közlekedési cégeknél, például az útfelújításnál, például az önkormányzatoknál az áram és egyéb energiahordozók megvásárlására. Nagyon-nagyon fontos azt hangsúlyozni, és tényleg ezért érek még egyszer rá vissza, hogy az önkormányzatok közszolgáltatásokat tartanak fenn, ami annak a településnek, az adott településnek a lakóit szolgálja. Ha egy önkormányzatnak nincs pénze, akkor nem működik tisztességesen az óvoda, a bölcsöde, a közvilágítás, a hulladékszállítás, a bármilyen más olyan önkormányzati feladat, amire kell, hogy pénze legyen az adott önkormányzatnak. Mi úgy gondoljuk, hogy az embereknél, még ha ilyen közvetett módon is, tehát az önkormányzatokon keresztül jobb helye van ennek a pénznek. Ön nyílt levélben fordult a Fidesznek a fővárosi
önkormányzati képviselőihez, fővárosi közgyűlési tagjaihoz és budapesti illetőségű országgyűlési képviselőihez, hogy támogassák ezeket az elképzeléseket. Mire számít, hogy be fognak állni a kezdeményezés mögé, és azt fogják mondani, hogy háó, hát milyen jó, hogy az ellenzék ezt kitalálta? Nézze, egy ellenzéki képviselőnek minden lehetőséget meg kell ragadni. Ezzel a nyílt levéllel én szerettem volna a fővárosi fideszes polgármesterek, országgyűlési képviselők és a Fidesz választókerületi elnökeinek a figyelmét felhívni arra, hogy bizony van most dolguk, van feladatuk. Az a feladatuk, hogy megértessék a Fidesz többséggel és az Orbán kormány tagjaival, hogy nem lehet továbbiakba kivéreztetni Budapestet, de ugyanezt gondolom természetesen az önkormányzatokról is. Most már több mint 12 éve tart az a folyamat, amiben módszeresen megfojtják az önkormányzatokat, elveszik a feladataikat, elveszik a hatásköreiket, elveszik a vagyonukat, és elveszik azokat a pénzeket, azokat a forrásokat, amiből az önkormányzatok működni tudnak. Abba bízom egyébként, mert nem vagyok ebben az ügyben egyedül, hogy úgy, ahogy megszólalt Székesfehérvár fideszes polgármestere Cser Parkovics András, azt gondolom, hogy a fővárosi fideszes polgármesterek is végig gondolják azt, hogyha már egy fideszes polgármester azt mondja, hogy nem lehet tovább sarcolni az önkormányzatokat, akkor talán az 5. kerületnek, a 12. kerületnek, a 16. vagy a 17. kerület fideszes polgármesterének is lesz annyi bátorsága, hogy azt mondja, hogy nem, ezt tovább így ne csinálja a magyar kormány. Hát az tényleg nehéz lesz a választópolgároknak megérvelni, hogy miért szavaznak az ellen, vagy miért nem támogatnak egy olyan dolgot, hogy akár az ő kerületük, vagy a főváros egészében mondjuk több pénzt kapjon. Tényleg másodperceink vannak hátra. Egyetlen egy dolgot szeretnék még kérdezni. Ugye elég időközi választások jönnek, mennek, most is elég sok lesz a nyáron. Itt egy elég heves konfliktus kialakult a Momentum és a Demokratikus Koalíció között. Van már nyugvópontra jutott ügyük például a 7. kerületi időközi választás kapcsán? Én azt gondolom, hogy ezek az egyeztetések, ahol kellett megtörténtek, lezajlottak. Nagyon bízom abban, hogy mind a 7. kerületben, mind a 8. kerületben a DK által jelölt és a többi párt által támogatott képviselőjelölt fog győzni. Biztos vagyok benne, hogy ezek a konfliktusok nyugvópontra kerültek, már nem is tehet ugye mást az ellenzék, hiszen szeretnénk azokat a pozíciókat megőrizni és megtartani, amit 2019-ben Budapest lakossága megszavazott ennek az új városvezetésnek, és az új 7. kerületi és 8. kerületi vezetésnek. J. Német Erzsébet, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, korábbi főpolgármester helyettes volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt. További szép napot önnek! Köszönöm én is, viszonthallásra! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Az igazi nyári idő beköszöntével egyre többen indulnak vakációra. Pihenés közben azonban érdemes odafigyelni, például a káros napsugarak elleni védekezésre. Az utóbbi időben ugyanis nagy mértékben megnőtt a sugárzás. Milyen veszélyei lehetnek a napozásnak? Hogy bőrünkkel kapcsolatban mire érdemes odafigyelni a nyaralás alatt? Arról dr. Kriston Renáta bőrgyógyásszal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, üdvözlöm! Az első... Ez így van. Általában, bocsánat, hogy közbevágok, általában a nyári időszakban szokott sláger téma lenni a napozás és a napfének a hatásai, és nagyon-nagyon elfelejtjük, hogy ez egy egész évben jelenlévő probléma, tehát a fényvédelem fókuszálása az szerintem egy egész éves projekt, de bocsánat, hogy közbevágtam, hallgatom a kérdését. Nem teljesen releváns volt, amit mondott. Az első kardinális kérdésem arra vonatkozik, nekem ez egy örök konfliktusom a feleségemmel. Ha én bemegyek a boltba, nekem viszonylag ilyen fehér, világosabb bőröm van, nagyon könnyen leégek. Például hány faktoros krémet kell használni? Mert ez egy olyan kérdés, amiben ugye részben az ember pénztárcája dön, de hát gondolom a különböző bőrtípusokhoz, meg a napsugárzástól függően különböző krémeket kellene használni. Hoppá, közben megszakadtunk. Egy pillanat, és megpróbáljuk újra hívni. Nem tudjuk most. Hát igen, szóval, ahogy említettem, közben próbáljuk tartani a vonalat.
ez mindig egy ilyen probléma, hogy amikor az ember bemegy egy ilyen boltba, akkor nem tudja, hogy milyen krémet kell használni, de a szerkesztőim most arról értesítettek, hogy már elvileg itt is van velünk a vonalban, és akkor reméljük választ kapunk. Tehát ahogy a kérdésem is elhangzott, különböző bőrtípus, különböző krémek, kinek mit ajánl? Bőrgyógyászként általában azt szoktuk mondani, hogy védjük a bőrünket a fénytől, és ez nem azt jelenti, hogy vonuljunk barlangba, és soha ne érintkezzünk a fénnyel, hiszen ez egy megvalósíthatatlan dolog lenne. Én azt gondolom, hogy két kulcskérdés van. Mindenki ismerje a bőrtípusát, a bőr érzékenységét, és ismerje azt, hogy milyen típusú anyajegyei vannak, mert ennek fényében kell megválasztanunk a bőrünknek a fénytől való védelmét. Mindig azt szoktam mondani, hogy soha nincs túlzásba vitt fényvédelem, ami azt jelenti, hogy abból nem lesz baj, hogyha egy 20-as faktorszám helyett 50-est választunk, de abból lehet probléma, hogyha egy 50-es helyett 20-as fényvédő faktorú készítményt választunk. Amire oda kell figyelni, hogy ez egy komplex hatású fényvédő legyen, tehát UVA-tól B-től egyaránt védjen. Azért vesztettük egymást egyébként, mert autóban ülök éppen, és például most az autóüvegen keresztül én nem vagyok védve, ha nem lennék bekenve, nem lennék védve az UVA sugárzástól, mert ez például az üvegen keresztül is áthatol. Tehát vannak ilyen apró trükkök, amire érdemes odafigyelni. Nyilván, hogyha nyaralásra készülünk, nagyon fontos, hogy milyen állagú az a készítmény, amit felkenünk, és hogy vízálló-e, hiszen mondjuk a strandon még egy vízálló terméket is ismételni kell a kenegetését 2 óránként, de hogyha nem vízálló az a készítmény, akkor azonnal leizzadjuk, a víz leszedi rólunk. Illetve hát ugye ledörzsöljük a törölközővel, a homokkal, tehát nagyon fontos, hogy 2 óránként ismételjük meg ennek a fényvédőnek a kenését, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségben használjuk. Ha ezeket a mennyiségeket meghallja az ember, akkor azt mondja, hogy ennyit lehetetlenség fölkenni, de azt gondolom, hogy ha a nap elején egy megfelelő mennyiségű védelmet és megfelelő típusú fényvédelmet adunk a bőrünknek, akkor utána napközben egy 2 óránkénti kenéssel egy nagyon-nagyon korrekt védelmet tudunk fenntartani. Nagyon fontos ez is, hogy vonuljunk árnyékba, védjük magunkat napernyővel, kalappal, különösen a gyerekek számára fontos, és fontos az is, hogy tudjuk, hogy nem csak a bőrünket, hanem a szemünket is károsíthatja az UV-sugárzás. Egész erős kötőhártyagyulladás alakulhat ki, különösen vízparton. A víz az extrém visszasugározza azt a fényt, aminek így az UV hatása erősödik. Egy kicsit szövekeljünk is le itt a vízpartoknál. Az is egy általános vélekedés, hogy ha az ember bemegy a vízbe, akkor tulajdonképpen ő ott védett. Ez így van, vagy nem? Gondolom nem. Nem. Ahogy az előbb mondtam, hogy az UVA sugár az áthatolt az én ablaküvegemen, ugyanúgy a vízen is át fog hatolni. Tehát a víz az nem fog bennünket megvédeni a UV-sugárzástól, csak abban az esetben, hogyha mi be vagyunk rendesen kenve. Strandokon egyébként tudnék segíteni az, hogyha UV-szűrős fürdőruha van rajtunk. Ez talán ma már nálunk is elterjedt Ausztráliában, ahol nagyon-nagyon magas a melanoma, ugye többek között a fény által is kiváltott súlyos bőrrák, ami a pigmenttermelő seggeinkből indul ki. Náluk például a ruhák is már UV-szűrős anyagból készülnek, és így egy extra védelmet tudnak nyújtani ezek a ruhák a napsugárzás káros hatásaival szemben. De nem csak az egészségünket veszélyezteti ez a sugárzás, hanem a szépségünket is veszélyezteti, a bőrünket kiszáradtá teszi, nagyon-nagyon károsítja a kollagérostjainkat, aktiválja annak az enzimnek az aktivitását, amely a kollagérostok lebontásáért felelős, így kialakul ez a nagyon elvékonyodott, ilyen pergamentszerű, ráncolt bőrfelület, illetve megjelennek a pigmentfoltok, tehát összképében is ront a hatáson, nagyjából egyébként a bőröregedésnek a 80%-áért felelős a fény, tehát hogyha semmi más nem teszünk a bőrünkre, csak fényvédőt, már azzal is nagyon jelentősen nem csak az egészségét, hanem a szépségét is védjük a bőrünknek. Most ismét elvesztettük, de köszönjük szépen ilyen szempontból a tanácsokat dr. Kriston Renáta, a bőrgyógyásznak, megfogadjuk őket ebben a nyári időszakban.
Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző. És már itt is ül velem a szemben a stúdióban Tonó Nikolett szerkesztő, és most már biztosan nem szakad le a vonal, hiszen te fizikálisan is itt vagy velünk a stúdióban. Hello. Jó reggelt kívánok! Hello, hello! Hoztam pár cikket, böngésztem az interneten. Egyrészt egy elég érdekes kezdeményezésre bukkantam. Pécsen egy egyetemi adjunktus, Puc Ádám indított erre egy Facebook csoportot, ahol olyan helyi vállalatokat gyűjtött össze, akik kedvezményes szolgáltatásokat biztosítanak a helyi pedagógusoknak. Ennek ugye az a célja, ami már hónapok óta beszélünk, hogy mennyire alacsony a pedagógusok fizetése, és az Ádám eredeti ötlete, javaslata az volt, hogy azt szerette volna, hogy a pedagógusoknak beígért bérnövekedést próbálják meg helyben összehozni a pécsiek, de ez irreálisan magas cél volt, ahogy ő később belátta, viszont egy ilyen kezdeményezés már lényegesen tud segíteni. Nagyon sok helyi kisvállalkozás csatlakozott már hozzájuk, vendéglátóhelyek, számítástechnikai szerviz, könyvesbolt, fodrászat, de még az önkormányzati tulajdonban lévő pécsi állatkert is. Szóval ezt persze, ahogy oda mennek a pedagógusok, igazolni kell az okmányukkal, hogy ők valóban tanárok, és akkor részesülhetnek ebben a szolgáltatásban. Ez a csoport folyamatosan dúzzadt, tényleg nem tudom, pár hete hozta létre, egy-két hete, és már 250 főt számlál. Azt mondja a Telex megkeresésére, hogy Puc Ádám egyébként, hogy örülne, ha országos mozgalommá szerveződne ez a kezdeményezés, és ő helyben továbbra is keresni fogja partnereket, akik így segíthetnek. Úgyhogy ez elég érdekes, viszont engem például az úgy egy kicsit foglalkoztat, hogy az állam szerepét, az állam felelősségét, azt ugye a civilek megint magukra veszik, és maguk hát, de ez az elmúlt időszakban azért elég sokszor volt, úgyhogy bizonyos területeken, ahol az állam úgymond nem lépett be, ott a civilek oldották meg a problémát. Nekem még az jutott eszembe, hogy egyébként iskolák elé is ki lehetne helyezni akár ilyen, mint ilyen tipgyűjtőket, tehát ilyen bele dobni egy kis megalázó, és pont ezt akarom mondani, hogy szerintem nem a tanároknak lenne megalázó, hanem a döntéshozóknak ilyen szempontból, hogy Magyarországon már kalapozni kell a tanároknak. Miért az nem megalázó, hogy azt mondja a miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a német meg a francia adófizetőknek kell kifizetniük a magyar pedagógusok béremelését? Hát meg az annyira idegesítő tényleg, hogy azt mondják, hogy a Brüsszel miatt nem tudják megemelni a pedagógusok fizetését, mindeközben megemelik a képviselők, a miniszterelnök fizetése. Persze emeljék meg, hisz ezek az emberek a piaci szakmájukról, a piaci fizetésekről mondanak le, ugye ahhoz azért, hogy szolgálják a magyar államot. Ezzel semmi baj nincs. Csak akkor a több, valahogy ezt úgy kéne, hogy egyensúlyba, harmóniába hozni, és ezek olyan... Hát nagyon, ez, nem tudom, engem nagyon zavarnak ezek a cinikus megjegyzések. Abszolút, abszolút. Mit találtál még? Hát folytatódik a Ryanair Nagy Márton csörte, micsoda ez, hát az odaszulogatás? Hát én tulajdonképpen ehhez csak egy kávét kérek. Hát az, hogy egy politikus és egy multinacionális cégnek, vagy hát nem tudom, hogy nevezhető-e így, de mondjuk egy légitársaságnak a vezetője egymásnak üzengetnek nyilvánosan, és ez egy bózat. És ez a légi, tehát a Ryanair vezetője azért nem egy ijedős fickó, tehát azért oda mondogat keményen, tehát egészen izgalmas fordulatok vannak, tehát hétfő délután adott ki egy közleményt a Ryanair, amelyben közölte, hogy felszorították Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert, hogy kérjen bocsánatot a magyar utazóktól és családoktól, akiket hamis állításokkal félrevezetett az extra profitadóval kapcsolatban. Hát ugye az van, hogy ezeknek a légitársaságoknak a működési szabályzatukban benne van, hogy bármilyen adót kivetnek, az rögtön áthárítódik az utasokra. Szóval ez bennük volt. Most ugye folyik, azt mondta a Nagy Márton tegnap, hogy ugye a szópárbajt és az üzengetést abba kéne hagyni, és mindenki dolgozzon, de hát kíváncsi vagyok, mi lesz.
De olyanokat is mondott tegnap, ez olyan izgalmas volt, szerintem Nagy Márton azt mondta, hogy az élelmiszer azért drága idén, mert olcsó volt tavaly, és az infláció azért lesz alacsonyabb jövőre, mert most magas. Milyen igaz ez tőle? Én most, hogy bekapcsolódok a beszélgetésbe. Igen, ezt akartam mondani, most már itt ülünk, Lampi Ágnes is, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Igen, ez egy nagy klasszikus lett, én most, hogy végignéztem itt a Facebookon. Szerintem ez mindenkit megihletett, nem? Nagy Mártonnak a gondolatait. Ez ilyen bombó? Abszolút, tehát ez szerintem a nevéhez fog kötődni ez a mondat, azt gondolom. De tehát ez már az a szint, amire mindenki emlékezni fog. Higgyétek el. Tanítani fogják? Abszolút. Nekem ilyen szekunder szégyenem van az egésztől. Tehát egyrészről attól is rosszul vagyok, hogy egy légitársaságnak a vezetője, azért hogy is mondjam, nem túl elegáns, amikor azt mondja, hogy a közgazdaság for dummies, ami ugye hát nyilván a hülye, ostoba, valami ilyesminek a kifejezése. Tehát és a közgazdaságtan ostobáknak című könyvet ajánlja a gazdaságfejlesztési miniszternek. Az sem túl elegáns gesztus, de azért a másik oldalon, amik mennek. Tehát ez katasztrófa. Katasztrófa, amit ezek az emberek csinálnak. Viszont nem katasztrófa a Bistró című műsor. Ezt az átkötés. Jó volt. Az egy kiváló műsor, és nagyon szórakoztató. És hát nem úgy szórakoztató, hogy az ember közben kínosan érzi magát. Miközben ezt hallgatja, figyeli, mi lesz a Bistróval? Igen, mert hogy nem, ez ugye az a műsor, ami picit lazább, és most már kultúráról, programokról, egyebekről lesz szó. Sőt, lesz egy olyan beszélgetés, hát nem fogjátok elhinni, salátákról fogunk beszélgetni, de nem konkrétan arról, hogy ki milyen salátát teszik, hanem hogy van egy cég, a Gazsi Zoltán az ügyvezető, az Icebergről van szó, nyilván ti is ismeritek, ugye elképesztő az a társadalmi felelősségvállalás, amit ők csinálnak. Rengeteg kezdeményezésnek segítenek anyagilag és minden egyéb eszközzel, ugye most már sok-sok évtizede itt vannak a piacon, és azt a bevételt, amit a cég produkál, ugye egy óriás cégről van szó, annak egy elég nagy részét társadalmi felelősségvállalásra fordítják, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni. Ez is téma lesz. És két nagy kedvencet még hagy emeljek ki a mai műsorból. Itt lesz Rákász Gergely, őt is, talán a nevét ismerjük, koncert orgonista, és folytatódik az ő koncertsorozata, Kastélyokban ad elképesztően gyönyörű szép koncerteket, úgyhogy ő is itt lesz. Személyesen is bejön a stúdióba, és akkor most már tényleg a nagy kedvenc, hogy fokozzam a hangulatot, Kaláka Fesztivál lesz Egerben, hát ez erről szerintem már tényleg mindenki regényeket tudna mesélni arról, hogy ki volt ott, meg ki nem volt ott, ki mit élt, tehát hány generáció, ki volt, találkozott, és Gilbs Dániel, hát kosudíjas, kétszeres kosudíjas magyar zeneszerzővel is beszélgettek majd erről, szóval izgalmas lesz, érdekes lesz, színes lesz a műsor. Így van. Hát igen, ez valóban magasztosabb, mint hogy Nagy Márton is a Ryan. Most olyan már, hogy visszahoztad újra. Olyan szépen emelkedett itt. Igen. Na jó, hát tartsák meg a jó szokásokat, és hallgassák mindenképp a Spirit FM-et, mert nagyon jó műsor következik utánunk. Mi is azért igyekeztünk, további szép napot önöknek.